előre kell bocsántanom azt, hogy nagyon durva és nagyon megbotránkoztató gondolatok következnek. Tehát aki nem képes megbarátkozni a gondolattal, hogy az igazság botrány, az ember nem fogja tudni megismerni az igazságot. Nem tudjuk elkerülni azt, hogy az igazság botrány legyen számunkra. Csak akkor, hogyha mi teljesen tiszták vagyunk. Ha van bennem bármilyen féle, bármilyen nemű hamisság vagy hazugság, teljesen biztos, hogy meg fogok ütközni az igazságba. A megütközést nem lehet elkerülni. Ebben a videóban, mint ahogy a cím is mutatja, az önszeretet és az önmegbocsátás fontosságáról lesz szó. Egyre többen beszélnek erről, több ilyen életmódtanácsadó, meg guru beszél erről az embereknek. Az történik, hogy az emberek elmennek egy tanfolyamra, ahol pénzért megvásárolják azt a kijelentést, hogy szeresd önmagadat. Pénzért megvásárolják az emberek ezt a kijelentést, hogy szeressük önmagunkat. Miért fontos, kedves hallgatók, az önszeretet és az önmegbocsátás? Azért, mert az önszeretet és az önmegbocsátás nélkül nem lehet teljesen elveszni. Ugye, hogy nem erre számítottál? Ugye, hogy nem erre a kijelentésre számítottál? Hogy az önszeretet és az önmegbocsátás nélkül nem lehet teljesen elveszni, nem lehet elkárhozni, ha úgy tetszik. Persze nem tetszik. Tehát Biblia nyelvezettel szólva, a lelkünket nem veszíthetjük el önszeretet és önmegbocsátás nélkül. És mi elmegyünk ma a 21. század elején gurukhoz, életmódtanácsadókhoz, előadásokra, tanfolyamokra, hogy megtanuljuk önmagunkat szeretni. Ezt tesszük. Mint hogyha azt mondta volna az Úristen, az a világ teremtője, az élet szerzője, hogy szeresd magadat, és Isten is megszeret. Ugye milyen hülyén, ugye milyen idiótán hangzik ez? Ha valaki azt mondaná neked, hogy szeresd magadat, és Isten is megszeret, akkor te mit gondolnál? Mire tudnál gondolni? Nem arra, hogy az a illető személy megkattant, megzakkant. Hát abból soha nem volt hiány. Az önszeretetből, hogy az emberek folyton magukra figyeltek, önmagukra figyeltek, ebből lett a háború. Az önszeretetből, és nem abból, hogy az emberek egymásra figyeltek, egymást segítették. Aki ismeri az írást egy picit is, tudja, hogy a végidők jelei közül egyik legfontosabb és legszembeötlőbb az, hogy az emberek magukat szeretők lesznek. Ezt mondja Pál apostol, de ez nem Pál apostol mondja. Pál apostol egy olyan nyomorult ember volt, mint én, vagy te. Érthető? Pál apostol nem volt több, mint te vagy én. Ő is nyomorúságos ember volt, aki megtört szívvel Istenhez kiáltott, akit Isten megszólított. És ő lélek által írta ezt, tehát úgymond az Úristen üzente rajta keresztül. De amúgy az egész írás tele van ezzel, hogy sosem az ön szeretetből volt a hiány, kedves hallgatók. Abból sosem volt hiány a Földön. Szolgálatkészség meg önfeláldozás. Ebből volt a hiány. Most képzeld el, hogy Jézus azt mondja neked, hogy szeresd önmagadat. Szeresd önmagadat. És utána meg önként felmegy a keresztre, és feláldozza magát azért az igazságért, amiben élet van, amiben szabadulás van. Próbálj meg elképzelni, azt tanítsa Jézus a hegyi beszédben, hogy Péter, Pál, Jóska, Pityú, Juriska, mindenki szeresse önmagát. És hozzáfűzi azt, hogy maszturbáljátok minél többet. Szeressétek magatokat. Ezért Jézus nem kellett volna keresztre feszíteni, megkínozni,
szembeköpni, meggyalázni, megostorozni. Hogyha ő ezt tanította volna, akkor az teljes mértékben összhangban lett volna a világi akkori paradigmájával, s a mostanival is. Mert a farizeusok, a vallási vezetők, az akkori politikusok, az akkori hatalmaskodók szerették önmagukat, mint ahogy tanítja majd Szabó Péter, meg a társai, hogy szeresd önmagadat. Abból nem volt hiány, kedves agató, ebből sosem volt hiány, sőt, ebből fakadt az elnyomás, a fölényeskedés, a versengés, hogy nekem több jusson, mert én szeretem önmagamat. Édes Istenem, ennyire le vagyunk butítva, ennyire le vagyunk hülyítve, és nem vesszük észre, nem vesszük észre, és nem tudjuk, hogy miből származik a nyomorúságunk, a békétlenségünk, barátom, az önszeretetből, az önimádatból, ebből származik, hidd el nekem, ha nekem nem tud elhinni, mert túl nagyképűnek találsz engemet, és túl durvának. Ha van bátorságot, ha van igazi bátorságot, kiálts Istenhez. Tőle kérdezd, hogy mi az ő véleménye. Ugye mai nap folyamán beszéltem arról, hogy a bátorság nem az kell, hogy szeressem önmagamat, hogy simogassam magamat, hogy maszturbáljak. Nem ez kell a bátorság, hogy valakit kizsákmányoljak, hogy nekem több jusson. Ehhez nem kell bátorság. Nem az egómnak az érvényesítéséhez kell a bátorság, hanem a bátorság ahhoz kell, hogy megmerjem kérdezni Istent, hogy a Teremtő Istent, hogy mit gondol rólam. Barátom, ehhez kell bátorság. Amihez neked nincsen bátorság, mert félsz, rettegsz. Hogy igazából nem azok az emberek félnek Istentől, nem ők az Isten félők, akik hisznek. Nem, én nem vagyok Isten félő. Én szeretem őt. Én szeretem őt. Örvendezek az ő jelenlétében. Azok félnek Istentől, akik nem merik feltenni azt a kérdést, hogy vajon az Úristen mit gondol az én önszeretetemről, hogy én szeretem magamat. Mit gondol az életemről? Arról, hogy hogyan viszonyulok az embertársaimhoz, a világhoz, önmagamhoz. Ehhez kell a bátorság, és ez mutatja meg, hogy valójában nem vagy bátor. Mindaddig, amíg ezt a kérdést te fel nem mered tenni az élő Istennek, az ég és a föld teremtőinek, hogy ő mit gondol rólad, hogy mutassa meg, mert mindenható. Embereket támasztott fel, és ma is támaszt fel embereket. Úgy a szellemi, mint a testi halálból, mindenható. Megmerette őt kérdezni, hogy mi a véleménye rólad? Hogy minek, milyennek lát téged? Mered tőle kérni, hogy mutassa meg a te igazi valóságodat, a világ valóságát. Ugye, hogy nem mered megkérdezni őt? Mert ehhez kéne az igazi bátorság, kedves hallgató. Nem ahhoz, hogy szeresd önmagadat, hogy neked több legyen, mint másnak, hogy önző légy, fölényes légy, az egódat fitoktast. Ehhez nem kell bátorság. Ez a gyávaságnak az ismérve. Ez, amit felsoroltam. Szeresd önmagadat. Az Úristen gyűrtelmen elmondja, kijelenti a proféták által, Jézus által, az apostolok által, hogy az utolsó időben, az utolsó napokban az emberek önmaguk szeretői lesznek. Miért történik ez? Miért szeretik az emberek ennyire önmagukat? Azért, mert nincs, aki szeresse őket? Azért, mert mindenki magát szereti? Azért, mert Istentől, a mindenható Istentől, aki maga a szeretet, attól elfordultak? Ezért kell én maszturbáljak? Őszintén, legyünk őszinték, na, miért olyan nehéz?
hogyha már bátrak vagyunk. Tele vagyunk spiritualitással. Ehhez kell a bátorság, hogy szeressük önmagunkat. Önzők legyünk. Barátom, ez maga a gyávaság. Ez a gyávaság. A teljes jellemtelenség. Azt is kiírtam, ugye, hogy a dicséretnek három szintje van. A legszánalmasabb, a legprimitívebb szintje az, amikor az ember dicséri magát, figyel meg egy társaságban egy beszélgetést, hogy mindenki felemeli magát, mindenki dicséri magát, és azt mondja Jézus, aki felemeli magát, a széttöretik, megaláztatik, aki megalázza magát, a mindenható Istenőt, ő felemeltetik, és mindenki dicséri magát. Mert az emberek annyira önmagukat szeretők, hogy még ugye egymásnak a, egymást dicsérni is ugye csak óvatosan teszik. Még az sem jó. Az a középső szint, kedves hallgató. A legalsó, a legócskább szint, amikor az ember annyira elveszett, annyira meg van tévesztve, hogy saját magát kell dicsérje. Dicsérem önmagamat, felemelem magamat. Miért? Azért, mert én már nem kapok szert, szeretetet, sem a embertársaimtól, sem Istentől. De miért? Azért, mert gusztustalan, önző vagyok. Nem akar senki sem hozzám érni. És Istentől is elfordultam. És akkor elmegyek egy tanfolyamra Szabó Péterhez, hogy tanuljam meg jobban szeretném önmagamat. Aki magát kell dicsérgesse, azt már az emberek sem dicsérik. Pedig az is rossz. Ha emberek dicsérnek és azt elfogadod, már az is rossz. Az a középső szint, nem a legrosszabb, az a középső szint. Amikor emberek dicsérnek, te örülsz annak, miért örülsz te annak, hogyha emberek dicsérnek téged? Hát nem azért, mert Isten nem dicsér téged. Nem azért, mert elfordultál tőle. Nem azért, mert te nem kapsz dicséretet az élő Istentől, lelki békét az élő Istentől. Nem azért kell elfogadd az embertársaitól dicséretet. Figyelj meg, a sztárság erről szól. Az egész ilyen sztárkultusz. Csillag születik meg az összes. Arról szól, hogy az emberek dicsérgetik egymást. Miről szól az elbukás? Az elbukás röviden és tömören az arról szól, hogy az emberek a teremtett dolgot, a teremtett dolgokat, a teremtéseket tisztelték a teremtő helyett. Ennyi. Ez az elbukás. És ezek mi történik? Csillag születik, X-faktor, Y-faktor. Az emberek egymást dicsérgetik, egymást magasztalgatják. Az uralkodás, az elnyomás miről szól? Ugyanerről. Az emberek a teremtett dolgokat, a teremtetteket tisztelik a teremtő helyett. A teremtő fölé helyezik egészen pontosan. Mert nincs azzal gond, ha tisztelem én embertársamat. De amikor istenítem, úgymond, bálványozom, na ott kész ége mindennek. Ott már lejtő. Az már lejtő. Én akkor megmutatnám, hogy Pál apostol mit mondott erről a dologról. Ugye a dicséret három szintje. Magad a dicséret. Ez az önszeretet. Szeretem magamat. Tehát amikor ilyent hallok, Isten bocsássa meg. Ezt ki sem mondom. Hogy szeret valaki magát. Oké. Következő szint. Mások dicsérnek. Koldus vagyok is. Kell nekem egy kicsit dicséret, hogy valahogy éljek. Valahogy éljek, ugye? De Isten engemet nem dicsér meg. De miért dicsérnem meg? Vagy miért nem dicsér? Miért nem érzem az ő vigasztalását? Mert azt mondta Jézusról, hogy ő a vigasztaló, a pártfogó, a segítő. Vigasztal és megdicsér, mivel? Lelki békével. Mikor? Hogyha igazat szólok, igazat cselekszem, van nekem dicséretem tőle, bőségesen. Bőségesen. Nem kell engemet dicsérgetni folyton. Én sem kell magamat dicsérgessem. Miért? Azért, mert kapok én az Úristentől bőségesen.
csordultig van a poharam, azt mondja a Dávid, ugye? Csordultig van a poharam. Akit Isten megdicsér, nincs szüksége mások dicséretére, sem arra, hogy magát dicsérje. Nem kell ő magát szeresse. Érthető? Nem kell ő magát szeresse. Mert érzi a békességet, Istennek az ölelő és oltalmazó szeretetét. Érted most már, hogy miért antikrisztusi tanítás az, hogy szeresd önmagadat, meg bocsássál meg önmagadnak. És elmondom, hogy az önmegbocsátás, kedves hallgató, amit szintén tanítanak, az maga egyenlő a kárhozattal. Mert a tévelgés, meg a hazugság, meg az önámítás ötvözve az önmegbocsátással egyenlő a kárhozattal. Érthető? Tehát én oldozom fel magamat, nem Isten, mert Isten ő feloldoz, ad nekem lelki békét, és ő megbocsát, de először megigazít, először megmutatja a tévelgésemet, utána megigazít, ad feloldozást és lelki békét. Nem kell én magamnak megbocsássak, hogyha én magamnak meg kell bocsássak, azt jelenti, hogy én még mindig hazugságban vagyok, és kell mantrázzak magamnak valamit, valami őrültséget, valami hazugságot. És bele mantrázom magamat a szakadékba. Ön megbocsátással és ön szeretettel belemegyek a feneketlen szakadékba. Isten félelemben nem azok vannak, akik hisznek, hanem akik félnek találkozni Istennel, az igaz tükörrel. Ők félnek. Tehát mindenki fél. Tehát nem az a bátor ember, aki magát felemeli, és másokat úgymond elnyom, eltaszít, és fölényeskedik, kevékedik. Nem ez a bátorság, mert ez maga a világ, teljes jellemtelenség. Teljes jellemtelenség. Amikor én a mások rovására próbálok én ügyes lenni és szép lenni, úgymond. Magamat felemelem. Ez nem bátorság. Ez lúzerség, teljes jellemtelenség. Kedves barátaim, a bátorság ahhoz kell, hogy az ember kimer jelenteni a mindenható Istennek, mert ő tudja, az emberi szív tudja, mert az is Istentől van. Ő tudja, hogyha kimer jelenteni ezt a kérdést Istenem, hogy vizsgálj meg, mutasd meg a valóságot, a valóságomat, ő meg is mutatja. Ezek az emberek félnek Istentől, és nem én. Nem én. És ide kell a bátorság, hogy azt mondjam, Istenem, te mutasd meg, ki vagyok, mert én ámítom magamat, tehát én szeretem magamat, simogatom a koponyámat, a tarkómat, meg a mit tudom én, a vállamat feregetem. Ez nem kell bátorság. Ön szeretet meg, hogy megbocsátok önmagamnak. Menjünk tovább. A modern istentelenség leghíresebb jeligéi. Szeretem magam, megbocsátok önmagamnak. Tehát mi az, hogy szeretem magam, és megbocsátok önmagamnak? Istentelenség, amikor elszakítom magamat az élő Istennek a törvényétől, az élet törvényétől, és azt mondom, hogy én fogok megbocsátani magamnak. Hazugságban maradok, bűnökben maradok, bántalmazom az embertársaimat, kevékedek, önigazultá válok, és aztán megbocsátok önmagamnak, és utána megyek a szakadékba, és hirtelen jön rám a nyomorúság, a betegség, és nem értem, hogy miért, pedig már megbocsátottam magamnak. Miért jön rám? Miért jön rám a nyomorúság, a hirtelen betegség, a rettegés, a félelem? Megbocsátottam magam, szerettem magamot reggeltől estig, teljesen önző voltam, csak magamra költöttem. Nem vettem észre a nélkülözőt. Nem segítettem embertársaimnak, a rokonaimnak, a barátaimnak. Szerettem magamat, akkor minek köszönhető az, hogy hirtelen betegség jön rám? Mert azt mondja az írás is, hogy az ilyen emberekre hirtelen fog jönni a veszedelem. Pontosan, mint Noé idejében. Esznek, isznak, házasodnak, keresztelnek, lakomáznak, és hirtelen jön az árvíz, és elviszi őket. Nem azért, mert Isten gonosz. Azért, mert Isten igazságos, az ő törvénye igazságos, ő felkínálja a millió lehetőséget az embernek, hogy megismerje az igazságot, és abban gyönyörködjön, és azt szerint éljen. De nem kell az embernek az.
Ne, ez babonoság. Jaj, mi már kinőttük Istent, hát megnéztünk már 20 dokumentumfilmet. Tovább. Mi a baj azzal, hogy szeretem magam? Egyszerű. Tehát mi a baj azzal, hogy most akkor, aki ezt tanulta, aki fizetett több száz eurót arra, hogy megtanulja magát szeretni, felteszi azt a kérdést, hogy mi a baj azzal, hogy szeretem magam? Kedves barátom, aki érzi a jóságos Isten, a szerelmes Isten szeretetét, bőségesen beéri azzal, nem kell magát simogassa, nem kell magát szeresse, hanem bőségesen van neki szerelme Istentől, s tovább adja embertársainak ő. Nem azzal van elfoglalva, hogy magát kényeztesse és magát szeresse, hanem azzal van elfoglalva, amivel Jézus is el volt foglalva. Folyton adta az áldást, az erőt, a gyógyulást, a békességet és a feltámadást a nyomorultaknak, a vakoknak, az önöknek, mint én, az olyan bénáknak, mint én, az olyan torzszülötteknek, mint én, amilyen vagyok. Ő ezzel volt elfoglalva. Ebből ismerszik meg az, hogy valaki Istenben, igazságban jár, neki bőségesen van, csordultig van a pohara, nem kell magát simogassa, nem kell magát vigasztalja, nem kell magának megbocsásson, mert az Úristen megbocsátott neki. És akinek az Úristen megbocsát, az nem kell magának megbocsásson. Emberek, ébresztő, még nem késő. Aki önmagát kell szeresse, megtagadta teremtőjét, az ő szeretetét, és embertársait sem tudja szeretni. Tehát az a bizonyítéka annak, hogy istentelen vagy, hogy elszakítottad magad az élet forrásától, az élet törvényétől, hogy önmagadat kell szeressed, és magadnak kell megbocsáss. Ezt tanítják már a kereszténységben is. Kedves hallgatók! Mi lesz így a világgal, az emberekkel, ha a kereszténységben, Isten és Jézus nevében tanítják a sátánizmust? Mi lesz így az emberiséggel? Ki fogja megmenteni az embereket, amikor a legszentebb neveket használják arra, hogy hazugságot tanítsanak az embereknek? Ön szeretetet és önmegbocsátást. Mi lesz így az emberiséggel? A teremtőd, a te teremtőd, az én teremtőm a tiéd is, csak te nem tudsz róla. A tiéd is, hidd el, egy teremtő van csak, nincsen 200, mint Indiában. Egy van csak, a hindukat is ő teremtette. Emberből több fajta van, kettő biztos, hogy van. Egyik ismeri az ő édesapukáját, az ő mennyei édesapukáját, az ő teremtőjét, és a másik nem ismeri őt. Ez a két fajta ember van. A teremtőt figyelmeztet az utolsó napokban, az emberek magukat szeretők lesznek, már tanfolyamon tanítják pénzért az önimádatot, az önmegbocsátást. Isten irgalmazzon neked, és nekem is, mindannyiunknak. Ez mind ugye ismétlés, hogy a tantusz lehessen valahogy, hogy mennyire be vagy csapva. Ha elfordultál Istenettől, és megvetted embertársaidat, nem marad más neked, mint szeretni önmagadat. Hát te kell szeresd magadat, mert jellemtelen vagy, undorító vagy, ugye, mivel Istentől elszakadtál. Megtagadtad őt, mentél a sztárok után, a hollywoodi sztárok után, mentél az emberek után, a vallások után. Önmagadat szereted, de senkinek nem kell olyan ember, olyan feleség, meg olyan férj, aki önmagát szereti, és nem tudja szeretni az ő társát, az ő gyermekeit. Ilyen embertárs nem kell. Ezért ugye már nem kapsz szert sem Istentől, sem embertár, ők is tőled elforrultak. A képedben mosolyognak, mögötted meg alig várják, ugye, hogy ne is halljanak rólad, érted? Annyira jellemtelenné váltál.
és mindenki azzá válik, kedves hallgató. Velem az élen! Velem az élen! Mindenki jellemtelenné válik, aki elfordul az ő istenétől, és aki embereket és sztárokat, földi vezetőket követ. Mindenki azzá válik. Ha elfordultál istenettől, és megvetett embertársadat, nem marad más neked, mint szeretni önmagadat, mint megbocsátani önmagadnak. De nem tudsz magadnak megbocsátani, és ezért fog jönni hirtelen a veszedelem rád. Hirtelen fog jönni. Hirtelen. Mint a villám. Derültékből villámcsapás. Miért szereti a gyermek az édességet? Mert megutálta a felnőtt társadalom, hazugságai kínálta keserűséget? Ugye mennyire egyszerű. Egy utolsó hasonlat, hát ha ez megcsengeti a kis harangot a szívedben. Érdekes egybeesés. A rákos sejtek is épp annyira hisznek az ön szeretetben, mint az emberek. A végzetük is hasonlatos az emberek végzetéhez. Érthető? Maga a rák betegség mutatja meg az embereknek, hogy milyen szellemiség vezeti őket. A rák sejt is olyan, ugye, hogy ő zabál, ő szereti magát, értele? Pontosan, mint a magyarok, esznek, isznak, mulatnak. Semmi más nem érdekli őket. Önszeretők. És nem veszik észre a rákos sejtek, hogy felzabálták a környezetüket, a gazatestet. Szerintem mindenkiben van mellesleg rákos sejt. De viszont, amikor az ember jellemtelenné válik, ugye akkor a rákos sejtek elkezdenek úgy működni, mint ő, hogy mutassák meg, hogy hogyan él ő, hogyan él az emberiség. Önszeretővé vált, önzővé vált, ugye, és zabál, eszik, iszik és mulat. És nem vesz észre, hogy felzabálta azt a közeget, azt az otthont, azt a helyet, ami otthont biztosít számára. Így van ma az emberiség. Ezért jött a Covid, ezért jönnek a törvények, ezért jön az oltás, a rabiga, a zombi állapot. Ez a rákos sejtnek a büntetése, ahogy tetszik. Ez van, kedves hallgatók. Ez van. Elnézést az indulatokért. Én nem tudom moderálni a szavakat, tehát itt kész vége itt mindennek. Itt már nincs olyan, hogy most akkor simogatjuk egymást az édeskés szavakkal, hogy jaj, te is jó vagy, én is aranyos vagyok. Nem, kedves hallgatók, nincs önállítás, kész vége. Az igazságban nincs önállítás. Az igazságban van szeretet, de valódi szeretet. És a valódi szeretet, kedves hallgatók, az igazságos, nem nélkülözi az igazságot, a valódi szeretet. Az önszeretet és az önmegbocsátás azért fontos, mert annélkül nem lehet elveszíteni a lelkünket. Érthető? Maga az önszeretet és az önmegbocsátás az egyenes út arra a helyre, abba az állapotba, amit úgy hív az írás, hogy kárhozat. Amikor nem csak a testet veszítjük el, nem csak a test hal meg, hanem a lélek is teljesen tönkre megy. Használhatatlanná válik. Ugyes így kerül be az úgynevezett örök tűzbe, így fogalmaz az írás. Én azt mondom, hogy ha valaki ezt nem hiszi, semmi gond, tehát én nem tudok erős senkit sem meggyőzni. Viszont teljes szívemből kívánom, még a legnagyobb ellenségemnek is, hogy mielőtt túl késő volna, ő ezt személyesen megértse. Ezt a megértést személyesen megkapja az élő Istentől. Hogy ne legyen neki késő, hogy ne menjen át a túlvilágra úgy, hogy ezt nem érti meg, és nem bánta meg azt, hogy ő hogy élt mostanig. Mert az egyik attól a kereszten megbánta, őszintén megbánta, és bebocsátást nyert az életre. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok.